Volt egyszer egy jó gazda ember és a felesége. De hát azoknak soha gyermekük nem volt. Egyszer azt mondja a gazda ember: na asszony, én elmegyek az erdőbe, és fából faragok egy gyermeket. Jót kacagott a felesége, de feltarisznyálta. Kiment a gazda ember a habasba, talált valamiféle szuszék faragó embereket. Adjon Isten szerencsés jó napot, kedves embereim! Adjanak nekem egy kicsi csutak fát. Hát rögtön elhasította. Azzal hozzáfogott és faragott egy gyermeket. Estére hazaérkezett. Nagyon kacagta a feleség, hogy ő fából hozott egy gyermeket. Ahogy vacsoráztak, megmaradt egy kis étel. Na éppen a fiunk részére maradt meg. Na hát lefeküsznek. Egyszer éjfél felé megszólal a gyermek: ho-ho! Kedves édesanyám, alusznak erősen! Azonnal felébredtek. Nagy rémülködésbe estek, hogyhát fából a gyermek megelevenedett. Addig gyönyörködtek, hogy szépen meg is virrott. Megkeresztelte a pap fából faragott Péternek. Mikor háromnapos lett volna, kérte, hogy engedjék ki, keressen magának játszótársat. Hé, pajtás! Lakik a városban Kardmeister? Hogy ne laknék, testvér? No, abban bemegy. Édesapám, legyen szíves, adjon nekem 8 krajcárt. Amennyire szükséged van, annyit védj magadhoz. Nekem csak 8 krajcár kell. Abban kifutott, és elment a Kardmeisterhoz. Adjon Isten jó napot, Kardmeister úr! Adja nekem 8 krajcárért azt a kardot, amelyen legelőször tanult, az kell nekem. Kardmeister addig hányta a kardokat, amíg megtalálta azt a rozsdás kardot, s a tokot, amelyikbe a kard való. Péter vette a kardot, felkötötte. Hát, úgy illett a testére, mintha a derekából nőtt volna ki. No, itt van a 8 krajcár, mert az első munkát is meg kell fizetni. Másnap következett egy sokadalom abban a városban. Ahogy járnak a vásáron, hát hallják, hogy van itt 2 ökör aranylánccal összekötve. Amelyik vitéz vállalkozik, hogy ketté vágja a láncot, azé lesz a 2 ökör. Ha megengednék, én belevágnék. Ekkor Péter neki látott, és úgy elvágta az aranyláncot, hogy annak csengése, pengése 12 országon keresztül is hallatszott. Ekkor a 2 ökör felcsapta a farkát, és egyenesen futott hozzájuk az istállóba. Azt mondja az ökrök gazdája: no te fából faragott Péter, menj haza, s etesd meg az ökröket, de tudd meg, ezek csak parazsat esznek. Péter 12 ölfát meggyújtott. Mikor elégett, vette az itató csebret, s hányta a parazsat bele. A 2 ökör mindegy szálig megette. És egyik ment napnyugatra, a másik nap feljöttre. Ekkor mondja Péter: na édesapám, mutatok magának valamit. A kapu sarkába 2 helyre beleütötte az ujját. És egyik helyből folyt tiszta piros bor, a másikból pedig tiszta pálinka. Na édesapám, itt ihat mindenki, amennyi kell neki. Látja azt a szántótaligát? Látom, fiam. Hát ezt a malomkövet látja-e? Látom, kedves fiam. No, mikor ez a szántótaliga az ajtó elé áll, és a malomkő felmegy a szántótaligára magától, a bor változik vízzé, és a pálinka pedig piros vérré, akkor tudja meg, hogy én meghaltam. Akkor, ha fel akar keresni, üljön fel a szántótaligára, mert az éppen oda viszi, ahol én vagyok. Most nekem el kell mennem, világot látni, szerencsét próbálni. Fából faragott Péter elindult, 7 országon, 7 világon keresztül ment, s megérkezett egy királyvárosba.
Adjon Isten jó napot, felséges királyatyám! Isten hozott téged is. Miféle járásban vagy? Elindultam szolgálni, szerencsét próbálni. Mit kérsz egy esztendőre? Nem kérek én semmit, csak ételt s italt. Ott maradt Péter, asztalos munkát végzett. Olyan ügyesen dolgozott, hogy az öreg király nagyon megkedvelte. A királynak volt egy leánya, aki úgy megszerette fából faragott Pétert, hogy már meg akart halni, ha nem adják hozzá feleségül. No, azt mondja a király, mint sem, hogy elpusztítsa magát, inkább megengedem, hogy hozzá menjen. Azonnal hirdettek nagy lakodalmat, úgy éltek, mint férj és feleség. De egyszer jön a királyhoz egy olyan írás, hogy fűtfát állítsunk Klédába, és itt is ott jelenjen meg a háborúban. Mikor a király ezt meghallotta, nagyon sírt. No, azért, felséges királyatyám, soha se búsuljon, mert én elmegyek a háborúba, egyedül is. Ó, fiam, mit érsz te ott egyedül, csak mint a szúnyog a bivaj mellett? De fából haragott Péter csak elment. Annyira harcolt a kardjával, hogy már-már mindenkit legyőzött. De akkor véletlenül megbotlott, erre aztán őt győzték le, rögtön földbe is tették. Reggel, mikor szépen virat volna, a szántótaliga elment az ajtó elé, a malomkő felment a szántótaligára magától, a bor vízzé változott, a pálinka piros vérré. Akkor a gazdember felült a szántótaligára, és elment oda, ahol Pétert levágták. Kereste, asztalon. De látjám a két ökröt jönni, hogy ég, föld majd összeszakad. A két aranyökör hányni kezdte szarvával a földet mindaddig, amíg Péter ki nem vették. No de hát, semmi élet nem volt benne. Ekkor az egyik összeragasztotta, a másik lelket fújt belé. Fölkelt fából faragott Péter. Jaj, hogy elaludtam! Elaludtál volna bizony örökre, ha mi nem lettünk volna, mondják az ökrök. Akkor hazamentek, a király összehívta az egész udvart, és felszentelték Pétert királynak. Még a mai napig is folytatja a királyságot, ha meg nem halt.